Véget ért a 9. Freestyle Method Feeder országos bajnokság 3-as számú elődöntője Nagycsécsen, a családi horgásztavon. A dobogósokkal beszélgetek, most már azt lehet mondani, hogy szokás szerint. Ugye a 3. helyezett lett Megyeri Csaba Zoltán 86 kilóval és 4 ponttal, Szalai Márton 120 és fél kilogrammal. Második helyezett, ugye ő 3 pontot gyűjtött a 2 nap során, és ismét azt mondom, amit múlt héten, hogy tökéletes teljesítménnyel, csak most más nevet teszek hozzá, Sós János 2 ponttal, aki bárcsak 100 grammal fogott többet, de ugye ez 1 ponttal kevesebb, mint amit Marci gyűjtött össze. Először Csabát szeretném kérdezni, hogy a 2 nap során hogyan sikerült megoldani a pecát, ugye én azt láttam, hogy itt a versenyzők egy ilyen benti bója körüli távot, vagy éppen a semmibe dobáltak, és volt egy másik jellemző táv, ez a rövid. Nálad hogy tevődött össze ez a 2 távolság? Hát nálam a 2 távolság úgy tevődött össze, hogy én nem igazán bójáztam, én ezt a 75-80 métert terültettem, és ha ott egy kis szünet volt, akkor jöttem ki a rövid pecára a láb alá. De viszont a mai nap folyamán a benti az abszolút nem működött nekem sajnos, úgyhogy végig a rövidet kellett erőlteknem. Ez a rövid peca nagyobb halakat adott, mint a benti? Sajnos nem. Neked nem? Nekem nem. A mai napon nagyon nem. Tehát ez ilyen 2-3 kilósak, 1-2 óra mérős halam volt egész nap sajnos. Ja, és akkor ez lehet, hogy szakaszfüggő, hogy éppen. Igen, hogy hol. Viszont a szomszédom meg csak a mérősöket húzta. Sajnos. Köszönöm szépen, gratulálok. Köszönöm a Marcit szépen. Kérdezem, aki szuper teljesítménnyel jutott tovább. Hát igen. Nálad hogy nézett ki a peca? Hát mi úgy indultunk neki, hogy 2 fő távunk van. Ez a 70-80 méter, attól függ, hogy melyik részén voltunk a tónak. És a láb alatti, ami 8 méter és 15 méter közé raktuk. Elég sokat versenyzünk itt, ezen a vizen. Nem nagyon szokott működni ez a lógató peca. Most meglepetésünkre ez működött. Szombaton egy szektorba voltunk legóval, ráadásul egymás mellett. Ott egyest horgászott, én kettest. Lábolól nem tudtam halat fogni. 80 méterről fogtam az összes halamat. A mai nap viszont az erdő alatt a szélső helyen ültem. Ott az elején bentről fogtam 70 méterről azt hiszem 3 darab pontyot, utána a 15 métert ütöttem végig. Onnan hát az átlagsúlyon 4-4,5-re jött ki, mert fogtam 9 kilós halat is, de 2,5-3 kilósat. Jó, szuper, nagyon jó. A kosárba lehet tudni, hogy mi került? Hát a kosárba pellet került, a palettánkon 4 pellet mix érhető el, mindegyik zacskóból egyet beleöntöttünk a vödörbe, és úgy azt kevertük. Egy ilyen ős káosz volt. Igen. Ugye elég vegyes. De úgy tűnik, hogy nagyon szuper, köszönöm. És akkor már is átfordulunk Legó felé. Ugye mindenki így ismer itt a környéken Sós Jánost, aki ugye megnyerte a döntőt. Én az első napi pecádra egyáltalán nem emlékszem, hogy mit műveltél, megmondom őszintén. Ma viszont sokat néztelek, mert ugye kiindultél az A1-en, ami azért általában jó hely szokott lenni, de nagyon ügyesen is megoldottad ezzel a rövid pecával. Igen, a mai napon nagyon örültem annak a szerencsés húzásnak, de egyébként a tegnapi napon is úgy gondolom, hogy nagyon jó sorsolásom volt. Tehát a B-szektornak a belső szélét húztam, ami egyébként a tapasztalataink alapján egy erős hely. Tehát úgy gondoltam, meg Marcival azért sokat koketáltunk verseny alatt, olyan nagyon-nagyon jóba vagyunk, attól függetlenül, hogy ilyenkor ugye ellenfélként tekintünk egymásra. Igazából mi azt gondoltuk, hogy kettesről indulunk. Tehát úgy gondoltuk, hogy a szélső helyet nem fogjuk tudni megfogni, de hála Istennek nem forogta ki magát. Nekem is kb. Hasonló volt a pecám. Igazából annyiból horgáztam másképp, mint egy kicsit a többiek. Nekem a lógató az rövidebb volt, tehát én Bosch-pisztől csak 6 méterre horgáztam. Nekem az volt a tapasztalatom, ha pontosan a törésre teszem a törés aljára a etetést, és ott horgászok, akkor az eredményesebb tud lenni. Hál' Istennek mind a 2 nap igazából a lógató mentette a horgászatomat. 80 méteren is fogtam a halat, javarészt bójáról is, de leginkább azt mondom, hogy ez a rövid táv volt, és mindkét nap feltettem, olyan mixet is kevertem egyébként, ami kifejezetten nagy halas,
mixet kevertem, mindkét nap fogtam bónuszhalakat, ez azért nagyban hozzájárult az eredményhez, úgy gondolom. Ez a nagyhalas mix nagyszerű pelletet, vagy valami tartalmában más? Ez nem tudom, most lehet mondani nevet? Nem lehet. Jó, akkor inkább 4-es, 6-os mixből állt, természetesen ugye fel kellett vegyíteni apró szemekkel is, hogy megfelelő legyen a tapadása. Ugye egy ilyen 3 méteres vízben úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy amivel horgászunk, az le is érjen az aljára, úgyhogy egy megfelelő tapadású mixel horgáztam. Hál' Istennek mindkét nap úgy gondolom, hogy sikeresen meg tudtam oldani, bár a mai nap nagyon szenvedős volt, tehát 2 órán keresztül nem volt halam, úgyhogy onnan sikerült mentenem ezt a mai napot 1-esre. Ami egyébként valószínű, hogy egy kicsit a helynek is köszönhető. Igen, ugye azért a szélső hely jó, de hát nem ment a pece, a döcögős volt. Én amikor ott jártam, vagy kapásod volt, vagy éppen húzogatta a spiccet alul, úgyhogy... Igen, tehát a jelenség az folyamatos volt. Tehát 2 óra után a lógatón gyakorlatilag folyamatosan volt jelenség. Feladat volt vele megetetni, de hál' Istennek rájöttem a nyitjára, úgyhogy nagyon jó ütemű horgászatom alakult ki utána. Igen, ezt alátámasztani is, hogy nagyon szép ütemben etettél, nagyon jó ütemben pecáztál, és abszolút megérdemelt ez az első hely. Köszönöm. Úgyhogy gratulálok mindannyiótoknak, és pár hét múlva folytatjuk az elődöntők sorát. Köszönjük.